Jó napot, sziasztok! Ismét friss videótartalommal jelentkezünk a Portfolio felületein. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem Ditrói Gergely, a Portfolio ingatlan rovatának vezető elemzője. És hát nem véletlenül van itt velem Gergő, hiszen csütörtökön egy fontos kormányzati bejelentés történt arról, hogy visszatér az 5%-os lakásáfa, de meglehetősen speciális körülmények között a rozsdaövezeti beruházások esetében. Gergő, mit jelent egyáltalán az, hogy rozsdaövezet? Igen, valószínűleg sokan felteszik ezt a kérdést, hogy mit is jelent, hogy rozsdövezet. Alapvetően ugye azokat hívjuk rozsdövezetnek, vagy más néven ugye barna mezőnek, az angolból fordítva, amik korábban valamilyen közlekedési, ipari tevékenységet folytatott terület volt, esetleg katonai terület. Ilyen, aki mondjuk Budapestet jobban ismeri, és járt-kelt a városban több helyen, találkozhat ezekkel. Budapesten elsősorban ezek a területek a Duna mellett voltak, de sok ebből már piaci alapon ugye át is alakult, de vannak még bőven ilyen területek, főleg Csepel az egyik ilyen érintett terület, ahol rengeteg már alulhasznosított és kivonásra került ipari terület van, ami sokszor ugye szennyezett is és veszélyesnek minősül. A Soroksár környéke, tehát Ferencváros és Soroksár közötti terület van még, illetve Rákos rendező, tehát ez a Dél-Pest és Észak-Pest környéke. Általában azok a területek, ahol jellemzően nem annyira szeretnek, vagy kevésbé szeretnek élni az emberek, nem ezek a legfelkaptottabb részei a városnak, nyilván, hiszen ezek le vannak nagyon komolyan amortizálódva, és hát nem feltétlenül a lakhatásra legalkalmasabbak, de nagyon sok pozitív példa van Budapesten arra, nézzük meg akár a Budapartot, akár a vele szembe lévő, szintén a Soroksári út elején a Millenniumi Városközpontot, de csak pár konkrét példa, sok bevásárlóközpont is ilyen helyre épült, a West End City Center, vagy a Mamut, a Duna Plaza. Nagyon sok ilyen átalakulás volt már Budapesten, a Millenáris Város Központ, a Millenáris Park Budán, az is egy ilyen, a Mamuttal együtt, tehát sok ilyen zárványos dolog van, és van még bőven terület Budapesten, amik rozsdaövezetnek számítanak, tehát valamilyen korábban ipari, esetleg katonai vagy közlekedési felhasználásra, és ma már alulhasznosított és tulajdonképpen leromlott területekről beszélünk. Azt meg lehet-e határozni, hogy a fejlesztők milyen ingatlanokat, milyen lakóingatlanokat fognak ide építeni, és egyáltalán mondjuk meg lehet-e határozni azt a kört, aki mondjuk ide költözhet ilyen területekre, említetted itt például Kőbányát, vagy a délpesti régiót, kik költözhetnek majd ezekbe az ingatlanokba, mekkora lesz ezek iránt a kereslet? Ugye alapvetően maga az ötlet, hogy Budapesten elinduljon egy elérhetőbb, élhetőbb lakhatási stratégia, lakóépítési stratégia, bérlakás program adott esetben. Ez már a mostani válság, mondjuk a koronaválság előtti időszakban is felütötte a fejét. Ez tulajdonképpen az év elején kezdődött itt Budapesten, Magyarországon. Azért fontos hozzátenni, hogy csak így zárójelbe, hogy ez a törvényjavaslat, ez a módosítás, ez ugye nem csak Budapestre vonatkozik, és vannak ilyen rozsdövezetek számtalan helyen, nyilván nagyobb városokban, úgyhogy persze Budapestre koncentrálódik egyrészt a lakáspiacnak egy része, másrészt a lakosságnak egy része, harmadrészt ezeknek a területeknek egy része, de tény, hogy vidéki nagyobb városokban is lehet erre példa, de zárója bezárva. Alapvetően a terv az, vagy az elképzelés az, hogy elsősorban életkezdésre, illetve olyan akár egyedülálló, vagy friss házasoknak lehetőséget biztosítva, akiknek esetleg nincs megfelelő önerejük a lakásvásárláshoz, ami manapság ugye a megemelkedett árak miatt elég magasan van, tehát hogyha tudunk is esetleg hitelt törleszteni, akkor elég nagy részét azért az önerőnek elő kell teremteni. A lényeg, hogy sok olyan terület jöjjön létre, sok olyan új lakás, illetve új lakópark jöjjön létre, ahol mondjuk Budapesten dolgozni vágyó, de a budapesti bérleti díjakat ma nehezebben megengedni tudó, de koncentrált és piaci alapon működő ilyen egységeket hoznak létre,
ami egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, de nagyon sok egyéb dolognak teljesülnie kell várhatóan ahhoz, hogy ez ténylegesen működni tudjon. Gondolok itt a piaci szereplők bevonására, a finanszírozási kérdésekre, és nem elhanyagolható ugye Budapesten meg az országban ugye a bérlakás helyzetnek az egyik legkomolyabb nehézsége, az a jogi kérdések, ezért van ez tulajdonképpen félmeddig a szürke zónában, sokan nem adóznak, másfajta módon oldják meg a szürkén feketén a kiadást. Nyilván egy ilyen államilag támogatott rendszerben erre nem nagyon lenne lehetőség, de az 5%-os áfa ugye nem csak az építésre és vásárlásra, hanem magára a bérbeadásra is vonatkozna, ezzel is tisztulhatna tulajdonképpen a bérlakáspiac, ami egy nagy lehetőség lenne ebbe a szektorba, hiszen ez egy eszközosztály is, külföldön legnagyobb ingatlan befektetőknek nem feltétlenül irodaházaik vagy bevásárlóközpontjaik, hanem hatalmas bérháztömbjeik vannak, amiket folyamatosan adnak bérbe és kezelnek. Tegyük fel, hogy a beruházók majd kapnak ezen a lehetőségen, és komoly lakóprojekteket terveznek a rozsdaövezetekbe, erre majd visszatérünk mindjárt, de mit jelenthet a rozsdaövezetek beépítése a kerületek szempontjából, vagy a kerületek fejlődése szempontjából? Ez mindenképpen hatalmas előrelépés, hiszen a rozsdaövezetek jellemzően, ugye maradjunk megint csak Budapesten, mert ott tudunk jól körbehatároltan beszélni erről a kérdésről, Budapesten az úgynevezett átmeneti zónában helyezkednek el, ez a belvárosi magot körbevévő, ez a nagykörút vonzás, az külső nagykörút, ugye a Hungária, stb., tehát nem a 4-es, 6-os, hanem az 1-es villamos vonzás körzete, és attól különböző ilyen sugár irányba terjedve, illetve egy Csepel, ami ebből egy kicsit így kiesik. Ezek olyan területen vannak, amiknek nagyon jó az infrastruktúrája, jó elhelyezkedése van, tehát nem esik ki nagyon a városból, viszont a mikrokörnyezetük az nagyon le van gyengülve, harcolva, kevés szolgáltatással, tehát amikor lakóprojektekről vagy teljes városrészek kialakításáról beszélünk, akkor nagyon fontos lesz hozzátenni azt, hogy bár a fejlesztő valószínűleg örömmel csinálja meg arra a telekre azt az x 100 ezer lakásos társasház komplexumot, de nagyon fontos lesz egyéb szolgáltatásokat, humán infrastruktúrát és belső egyéb infrastruktúrát ehhez majd hozzárendelni, ami az önkormányzattól is valószínűleg fog nem kevés áldozatot, bár lesz rá szükség. Valószínűleg ez mindenki számára egy nagyon jó lehetőség, azt kell, hogy mondjam, mert ezek a területek alapvetően rendkívül negatív hatással vannak a környezetükre, és hogyha ezek meg tudnak újulni, akkor a környezetében lévő ingatlanok, illetve városrészek ázsiója és értéke is meg tud emelkedni. Tehát, ha valaki mondjuk most egy kicsit hosszabb távon akar spekulálni, és egy ilyen rozsdaövezet melletti, de már most lakóövezetnek minősülő részen van mondjuk lakása, vagy tervez mondjuk befektetni, akkor nem kizárt, hogy ezeknek látható értéknövekedése lehet attól, hogy milyen környezetté válik az addig egyébként kevésbé jó minőségűnek vélt mikrokörnyezete a lepusztult rozsdövezeti jellektől. Úgyhogy biztos, hogy nagyon fontos lesz az, hogy mely telkek, mely területek lehetnek azok, amik először beleesnek ebbe a kategóriába, mely önkormányzatoknak lesz esetleg jobb lobby ereje arra, hogy oda vonzzák a befektetőket. Már most is van egyébként folyamatban több olyan projekt, amire azt gondoljuk, hogy bele fog tudni esni ebbe a kedvezménybe, ilyen például a egykori Vágóhíd környéki terület, ami ott szintén ugye Soroksári út környékén van, vagy a korábban már itt is említett Budapart területe, ahol vagy például Óbudán is épül egy nagy új városközpont a nem messze az Óbudai sziget bejáratától. Tehát van több ilyen projekt, amik már most folyamatban vannak, és több száz, akár több ezer lakást is kínálhatnak. Ők már most benne vannak a fejlesztésben, de hogy kik azok, mely területek azok, amik még belekerülhetnek, ez nyilván a folyamatában fog kiderülni, hogy hol milyen megállapodásokat tudnak kötni, hol mekkora esetleg a szennyezettség, amit ugye nyilvánvalóan meg kell oldani ahhoz, hogy először fejlesztésre alkalmas terület váljon ebből a telekből, hiszen nem ugyanaz mondjuk
egy gumiszerelő vállalkozást fenntartani egy alulhasznosított ipari vagy vasúti területen, mint sem mondjuk egy homokozó játszóteret építeni a lakóparknak. Tehát nagyon komoly beruházásokra is szükség lesz, például a kárhenyítés szempontjában. A csütörtöki bejelentés óta a portfólió több ingatlanpiaci szakértőt, beruházót is megkérdezett arról, hogy mi a véleményük erről. Általánosságban mit mondtak nektek, mik a tapasztalatok, mennyire lelkesek ezek az üzletemberek? Alapvetően mindenki várta és örült ennek, hiszen ahogy mondtam, ez már Fürjes Balázs januári interjújakor előkerült, hogy az állam az ilyen típusú eszközökkel akarja és fogja tudni segíteni az egyébként nem a járvány miatt kialakult helyzet enyhítését. Tehát a 27%-os áfának a kivezetődése az már tavaly év végén látszott az építőipari építési engedélyek kérésébe, tehát már a piac ez látta ezt a folyamatot. Ez a koronavírusos dolog, ez tulajdonképpen semmilyen hatással nem volt érdemben erre, ez egy folyamatban lévő dolog volt, január óta már terveződött ennek a dolognak a bevezetése, illetve elindítása. Egy nagyon fontos állami, önkormányzati, piaci együttműködésre van szükség, ahol komoly kommunikációra és az együttműködés megtalálásáról való egyeztetésre van szükség. Itt az államnak vannak eszközei, például az 5%-os áfának a szelektív alkalmazása. Én úgy tudom jogászoktól, hogy ennek jogi akadálya nem lesz, hogy ilyen szelektív módon alkalmazzák majd az 5%-os áfát. Csak egy apróság, gondoljunk bele, hogy van egy utca, aminek az egyik oldala mondjuk a rozsdaövezeti területhez tartozik, a másik oldala az utcának az pedig nem, és mind a két oldalon épül két új lakóprojekt, az egyik 5% áfával adózik, a másik meg 27%-kal, az ugye nem feltétlen szerencsés versenyhelyzet, de a rozsdaövezeti beruházónak vélhetően sokkal több befektetésre, ugye a kárenyhítés miatt van szüksége, ezért nyilván majd el fognak ezen matekozni a építőipari cégek, meg a generál kivitelezők, meg a beruházók, hogy mi éri meg, hogy éri meg. Minden esetre az, hogy az állam elindította ezt a lehetőséget, valószínűleg a jogi részét is igyekszik mielőbb mellé tenni, hogy a fejlesztőknek megérje ilyen típusú bérházakat, vagy ilyen típusú lakóingatlanokat fejleszteni. Itt ugye még nagyon komoly kérdések vannak, hogy hogyan fogják azt bevezetni, hogy hány százalékát lehet esetleg értékesíteni, és hány százalékát kell majd direkten bérbeadásra hasznosítani. Úgyhogy itt még sok kérdőjel van, nyilván a bérlőknek a támogatását is szabályozni kell, a fejlesztőknek adandó egy esetleges bármilyen kedvezményes hitelkonstrukciót, hiszen finanszírozókról is szó van, akiknek ugye be kell állni ebbe a folyamatba. Szóval nagyon-nagyon sok kérdést kell még tisztázni, az elv az jó, az elvet üdvözli mindenki, szeretnék látni a konkrét kormányrendeletet, vagy a közlönyben a törvényt, hogy mi tekinthető rozsdaövezetnek, ez így jogi értelemben nem annyira van lefedve, bár nyilván van terminus technikusza így a városfejlesztésben, meg az urbanisztikában, de jogi szempontból viszonylag csekély, ezért nagyon fontos lesz, hogy hogyan fogalmazza meg a kormány azt, hogy mi számít rozsdaövezetnek. Amint ez megvan, onnantól lehet pontosan kijelölni, hogy mely területek tartoznak bele, onnantól lehet megvizsgálni a területeket, hogy mennyire szennyezettek, mennyire jól ellátottak infrastruktúrálisan, mekkora beruházást, fejlesztést igényelnek, addig, hogy egyáltalán lakóparkot lehessen rá fejleszteni, és amikor ezek megvannak, amikor ezeket sikerült végignézni, amikor ezeket már tudják, akkor lehet elkezdeni a fejlesztéseket egyesével megvalósítani, és ugye hozzátenni a jogi biztosítékokat, hogy a bérlők, és a bérbeadók mind a ketten úgy érezzék, hogy ebbe érdemes belevágni, és ez egy olyan feltételrendszer, ami mellett érdemes fejleszteni. Oké, Gergő, köszönöm szépen a beszélgetést, a gyors értékelést. Természetesen a következő hetekben folyamatosan foglalkozunk majd a témával a portfólió felületein, és exkluzív videokonferenciáinkon is téma lesz az 5%-os lakásáfa kérdése.
Köszönjük, hogy néztek minket, köszönjük, hogy olvastok minket, és hogyha tehetitek, akkor maradjatok otthon. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük.